Üdvözlöm a Kaleidoszkóp nézőit! Ma sem maradnak érdekes témák nélkül, ám a képes tartalom előtt lássuk, milyen kuriózumokra bukkanunk a nagyvilágban. Augusztus 13-a a balkezesek világnapja. Először 1976-ban tartották meg ezt a napot figyelemfelhívó jelleggel, majd 1992 óta már világszerte ünnepeljük. Előzménye, hogy a balkezességet évszázadokon át tiltották a társadalmi normák. Babonák és hiedelmek övezték, és számos téveszme keringett róla. Éppen ezért még a 20. század derekán is erőltették a jobbkezességet. Egy biztos, hogy az átszoktatással nagy bajokat okozhatnak a gyerekeknek, és ezt ma már vizsgálatokkal is igazolják. Többek között erre is igyekeznek felhívni a figyelmet a világnapon a szervezők. Számos történelmi személy és híresség is erősítette, illetve erősíti a balkezesek táborát, mint például Ludwig von Beethoven, német zeneszerző és zongorista, Leonardo da Vinci, olasz polihisztor, Petőfi Sándor, magyar költő és forradalmár, Pablo Picasso, spanyol festő és szobrász, valamint Julia Roberts, Keanu Reeves és Nicole Kidman színészek is. A kulturális kitekintő után lássuk mai magazinunk tartalmát. Az anyateljes táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet. Koller Timi manökennel beszélgettünk. Tótné Kocska Orsolya és Szaka Attila kettősét hallhatják. Évről évre nagyon fontosnak tartja a Városi Védőnői Szolgálat az anyateljes világnap megünneplését. Immár hagyományként ismét egy kellemes és tartalmas délelőttöt tölthettek el a várandós és kisgyermekes anyukák az olvasó Adorján Lajos termében. Az előadásokkal és kulturális műsorokkal tarkított napot játszósarok, hasznos bemutatók és tanácsadások, valamint pihenőszoba is színesítette. Egy anyalánya páros, Tótné Kocska Orsolya és Tóth Hanna Dóra az Ómi Zenész Színház tagjai nyitották meg dalválogatásukkal. A kulturális blokk után az ünnepi köszöntők hangzottak el, elsőként Bertáné Várnai Ilona, városi kollegiális védőnői mentor, majd Janicsak Dávid, városunk polgármestere következett. Ózváros polgármestereként nagy büszkeséggel tört el, hogy itt lehetek és együtt ünnepelhetjük az anyateljes táplálás fontosságát, és külön nagy örömmel tölt el, hogy a védőnői szolgálat minden évben megrendezi ezt az eseményt, sosem felejti el, és így közösen népszerűsíthetjük a médiában is, és így személyesen is, és a személyes kapcsolatokon keresztül is ennek a fontosságát. A már megszokott játszósarkot a kicsik azonnal birtokba is vették, de a szülők számára is több lehetőség kínálkozott, hiszen érdekes témájú előadásokkal és hasznos tanácsadásokkal várták a szervezők az érdeklődőket,
ugyanis a szakemberek számára rendkívül fontos, hogy támogatást nyújtsanak a kisgyermekes családoknak. A védőnői munkánk során a legfontosabb az, hogy egészséges gyermek nevelkedjen a családban. Minden nap jelen vagyunk a család életében, a gyermekeket nevelő családoknál, a várandósoknál. Az anyateljes táplálás és a szoptatás egyik legfontosabb feladatunk, kitűztük, hiszen ez a legjobb a gyermekfejlődése érdekében. Minden évben a szoptatási világhét keretében immár hagyomány, hogy Ózdon rendezünk anyateljes világnapi rendezvényt, melyre szeretettel várjuk a szoptatós anyukákat, a várandósokat. Amíg a szülők a prezentációkat hallgatták, párhuzamosan az előtérben védőnői tanácsadás, a Magyar Vöröskereszt Észak-Borsod területi szervezete, vagy az egészségfejlesztési iroda egy-egy standja is az érdeklődők rendelkezésére állt. Ezen felül babamasszázs bemutatót is láthattak a nap folyamán, melyet Sánta Klára szakavatott védőnő mutatott be. Az előadások között abszolút egyediségként jelent meg a cumizás leszoktatását elősegítő úgynevezett cumifa legendája, mely Forró település védőnőjéhez, Hok Andreához köthető. Tavaly évben fogalmazódott meg, hogy egy Forrón, ahol dolgozom védőnőként immár 21. éve, egy cumifa avató ünnepséget szeretnék kialakítani és rendezni. Ennek az volt az apropója, mivel hátrányos helyzetű településről van szó, nagyon sok a hosszantartó cumizó gyerekek száma, akár kisiskolás korban, sőt a alsó tagozat vége felé is sokan cumiznak a körzetemben, mellett még ugye cumisüveget is használnak, és nagyon nehezen teszik le a gyerekek a cumit, illetve a cumisüveget. Ezen kívül más egyéb veszélye is van ugye a cumizásnak, nem beszélve arról a megkésett beszédfejlődés, a beszédhibák kialakulása, illetve a fogakrendellenes fejlődése. És emiatt úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen kis segítség lenne a szülők és a gyerekek számára, hogy megkönnyítené, hogy a cumijukat a cumifára helyezik, és ezután a cumitündér fogja őrizni a cumijukat, tehát biztonságos környezetbe fognak kerülni. Ennek apropójából vendégséget szerveztünk és előadást a Forrói Napközi Otthonos Ovoda felajánlásával. Ők tartották igazából magát a műsort, és az ENCSI Egészségfejlesztő Iroda támogatásával pedig megvalósult magának a gyerekeknek az ajándékozása, akik a cumijukat feltették a cumifára, illetve egy ilyen kis előadást tartottak. Nem is csak a cumizás veszélyeiről, mert azt tudták a szülők, hogy minek az apropójából indult ez a kezdeményezés, hanem hogyha akik a gyerekek felrakják a cumira a fát, hogy mire kell figyelniük, ugyanis egy függőség alakul ki ilyenkor a gyerekekbe, és nyilván egy függőség azt jelenti, hogy ha elvesztük a számára fontos tárgyat, akkor elvonási tünetek jelentkeznek. És pont emiatt kellett egy kis segítség a szülőknek, hogy mire figyeljenek, hogy a gyerek hiperaktívivá válhat, hisztisebbé válhat, hogy lesz pár éjszaka, amikor a gyerek fogja ordítani a cimurát, hiszen évek óta ugye ez a szokás alakult ki. És nagyon sikeresnek mondható, 8 gyerek tette fel egyébként ezen az ünnepségen a cumi őrzőfára a cumiát. Azóta ezek a gyerekek nem cumiznak, úgyhogy ez nagy büszkeséggel tölt el. Volt gyerek, aki ott döntött arról, hogy ő a cumiát mégiscsak fel szeretné tenni a fára, és nekem ez nagyon nagy élmény. Úgyhogy szeretnénk a jövőben mindig ilyen ünnepséget szervezni így negyed évente, amikor megint meghívjuk a szülőket és a gyerekeket, akik újra feltehetik a cumiőrzőfára a cumijukat. És a cumisüvege is terve van, mert nyilván az is fontos, hogy az úgy a teljes, hogyha mind a kettőt felteszik. Az idei évi anyateljes világnapon a szakmaiság mellett a személyes élmények, tapasztalatok átadása is fontos szerepet kapott. Ennek fényében tartott előadást egy édesanya, de megszólalt az apai szerepekről és azok fontosságáról egy édesapa is. Valamint a programot tovább színesítette a Dance Square táncegyüttes latin tánc bemutatója is. Mai beszélgető partnerem Koller Timi, modell. Szia Timi, örülök, hogy itt vagy a műsorban, köszönöm szépen, hogy elvállaltad a meghívást. Szia Adrien, és nagyon szépen köszönöm. Őszintén szóval nagyon meglepődtem, és nagyon, még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Örülünk, hogy itt vagy. Hát akkor térjünk is rá a tárgyra.
Ugye te modellként dolgoztál, dolgozol, mai napig vannak modellmunkáid. Ugye Ózdról azért ez egy nagy ugrás volt annak idején. Ózdon születtél, Ózdon jártál iskolába. Hogy találkozott a te életedben a modell szakma, és te is mikor alakult ez ki? Nagyon érdekes ez a kezdés. Körülbelül 16 éves voltam, amikor az egyik talán még fiatalabb kis barátnőm már járt Budapestre modelltanfolyamra, és én is így sóvárogtam, hogy hú, ez milyen érdekes lehet. Viszont anyukám leszögezte, hogy amíg le nem érettségizek, addig szó sem lehet róla, és én nagyon hálás vagyok, hogy így döntött. Mert szerintem egy tanuló gyermeknek, főleg vidéken, az a dolga, hogy az iskolára fókuszáljon és a tanulmányaira. Viszont amint ugye sikeresen leérettségiztem, szabad volt az út, és nyitottabb szemmel néztük ezeket a divatműsorokat, amik voltak akkor a tévében, hát nagyon kevés volt. Meg néztük a divatbemutatókat, magazinokat lapozgattunk, és egyszer egy ilyen felhívásra felfigyeltünk, ami azt hiszem, hogy a Novomoda műsorban volt, hát talán már ez sem annyira lényeges, hogy egy akkori nagyon híres divatbemutató szervező-rendező lányokat keresett, hogy megtanítsa őket a szakmára. Hát erre így mi jelentkeztünk is, vagyis hát én jelentkeztem is. Az nagyon nehéz volt, hogy Ózdról Budapestet hogyan ugorjuk meg, hogy ugye 150-160, nem tudom hány kilométer pontosan most, menni kellett ugye minden hétvégén ott alvással, ezt is megoldani, viszont ez a szakember annyira tényleg csak a tehetséges lányokat válogatta ki, és nevelte ki erre a szakmára, hogy utána ő munkát is adott nekünk, nem tudom, hogy a nevét mondhatom el, ő Nárai Tamás. Akkor, igen, akkor ő még nem festőművész és író volt, és divattervező, hanem profi divatbemutató szervező, rendező, ő állította szerintem színpadra a legcsodálatosabb sókat, divatbemutatókat akkor Budapesten. És anyukád volt az egyik fő támogató azért akkor, tehát kikötötte, hogy érettségizni azt le kell, igen, de onnantól kezdve abszolút partner volt ebben, hogy igen, jött-e. Partner volt, de én jártam ki ezt az útat, tehát én egyedül mentem, csináltam, fantasztikus kolléganőkkel ismerkedtem meg, és amint ez a tanfolyam befejeződött, el is kezdtünk dolgozni ezzel a csapattal, és én úgy váltam híressé tulajdonképpen, hogy ez egy olyan divatbemutató sorozat volt a Vörösmarty téren, a Zserbó teraszon, hogy itt megismert a szakma. Tehát itt minden este felléptünk, jöttek az akkori fotósok, újságírók, közönség, és ott váltunk ismerté, és innen jött a karrierem tulajdonképpen a következő 15 évre. És azért ez egy feszített 15 év volt? Tehát külföldi munkák is, rengeteg utazás is volt benne, gondolom. Nem éreztem feszítettnek, hiszen annyira fiatal voltam, hogy ez volt az életem. Tehát egy csodálatos partnerem volt akkor, a mostani férjem, ő mindenben támogatott, kísért a munkákra, elém jött, ha kellett, ha későn végeztünk. Feszített volt olyan szempontból, igazad van, hogy ez nem csak a csillogásról szól, hogy ott vonul a lány a szép ruhában, a szép sminkben, a szép hajával, hanem ezekre a bemutatókra komoly felkészülés van. De tényleg fiatalon ezt nem úgy veszed észre, hogy gyötrelem, hanem élvezed, bár esti, késő esti próbák is vannak, lehet, hogy úgy lehetett bejutni az adott színházba, kávéházba, rendezvényhelyszínre, hogy mondjuk csak délutántól tudtunk próbálni, késő estig, viszont hajnalban már menni kellett ugye felkészülni színpadi próbára, a sminkbe beülni, hajba beülni, és 10-12 lányt, mire elkészítenek a szakemberek,
be kellett sorakozni korán, reggeltől, hogy egy délutáni bemutatóra mindenki szép legyen és toppon legyen. Ez egy kemény fizikai munka, a modellek élete. Igen. Ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy ez milyen könnyű munka, hivatás, de azért nagyon kemény felkészülési időszak van. Erről tudsz mesélni egy kicsit? Igen, tényleg, amint már erről így beszéltünk, hogy a csillogást látják az emberek, felkészülés. Főleg régen voltak akkora nagy bemutatók, hogy akár szinte egy hétig is készültünk rá, mert nagy színpad, sok manöken, majd erre is ki szeretnék térni, hogy manöken és modell mit is jelent szerintem. Tehát sok-sok nap és óra felkészülés van benne, színpadi próbák, bejáró próbák, ruhapróbák, aztán majd a főpróba már az adott napon, akkor már lehet, hogy eléggé fáradtak vagyunk, és nem szabad annak tűnnünk, jön a smink, a haj, és maga a show, lehet, hogy azt kétszer is megcsináltuk az adott napon, mondjuk délután 5-től este 8-tól, tehát fárasztó, de olyan adrenalin és olyan boldogság löket van bennünk, hogy az olyankor szerintem nem látszódott, hogy tudtok belőle töltekezni. Igen. Belőle. Máig vannak ilyen jellegű felkéréseid, most legutóbb is volt Magyarországon, Balatonlellén júliusban egy festménykiállítással egybekötött divat bemutató. Hogy jött ez a felkérés? Luké Gabi barátnőm, aki egy festőművésznő és divattervező, hívott erre a rendezvényre. Ő már tavaly is tartott ilyen jellegű divatbemutatót, szalonbemutatót, rendezvényt. Úgy keresett meg, hogy mindenképpen olyan korosztályos szakembert, modellt, manökent szeretett volna a ruháiban látni, aki önazonos. Tehát természetesen mozog a kifutón, a vendégek között, úgyhogy ez a mostani nyári bemutató már körülbelül az 5.-6. volt, amit a Gabival együtt csináltunk, természetesen kolléganőkkel együtt, úgyhogy most valahogy így visszacsöppentem a szakmában, volt hosszú kimaradás, de hát ez természetes, hiszen az ember 50 évesen már nem manökenkedik. Egy olyan jó 15 évet voltam én a csúcson Magyarországon, olyan 20-tól 35 éves koromig, aztán szerencsére változás jött az én női életemben, hogy anya lettem, van egy csodálatos kislányom, a Camilla, aki már inkább nagyocska kislány, viszont ezt a bemutatózást és modell életet most újra nagyon szeretem, és azt hiszem, hogy virulok benne. Megéled minden pillanatát. Igen, igen. Tehát azt hittem akkor, hogy vége, természetesen miért ne gondoltam volna azt, lecsendesedett olyannyira, hogy most, ahogy így elkezdtünk beszélgetni, jönnek elő olyan emlékek és élmények, amik, mint hogyha nem is én lettem volna, nem is velem történtek volna, olyan messzi, távoli múltban és időben és térben történtek velem, hogy mintha tényleg nem is velem történtek volna meg azok a csodák és élmények. Beszéljünk egy picit a szakmaiságról, biztos érdekli a nézőket, mert nagyon sokan összemossák, és említetted is, hogy szeretnéd tisztázni a két fogalmat, hogy modell és manöken között mi a különbség. Az én véleményem a modell és a manöken szakma között, legalábbis az én esetemben, én manöken vagyok, vagy voltam. Tehát én a kifutón ruhákat bemutató lány voltam, vagy vagyok, aki a nagy közönség előtt bemutatja az adott kollekciónak a darabjait. A modellség inkább magazinokba, reklámfotókra vonatkozó, szintén divat szakember, divat modellt jelent. Én nálam ez valahogy nagyon, nagyon elkülönült. Ez lehetett abból fakadó is, hogy nem ismertem annyi fotóst, akik mondjuk a magazinoknak dolgoztak. Valahogy úgy kategorizált be engem a szakma, hogy a Koller Timi, ő manöken, ő
gyönyörűen mozog, és most ez tényleg elfogultság nélkül valahogy nekem a zsigereimben volt, hogy hogy kell a ruhákat bemutatni. Később én tanítottam is modelleket, hogy hogyan járjanak, hogyan mozogjanak. Én továbbadtam a szakmát. Szóval én inkább manökennek titulálnám magamat, mint modellnek. De természetesen külföldön inkább a modell az átfogó szó, bár a maga a manöken szó pedig francia eredetű, azt hiszem, tehát ott meg szintén külön is használják. Mondjuk szerintem a manökennek van egyfajta finomsága, nem? Egy picit olyan légiesebb kifejezés, mint a modell. De nyilván azért ez a szakma is már rengeteget változott ebben a digitális világban. Ugye megjelent ez a digitális modellkedés is, ami a mostani fiataloknak szerintem nagy vágyáma, vagy karrier célja. Te miben látod ezt a változást? Én látom a gyermekemen is ezt a digitális világot, sőt, én is imádok fotózni, és állandóan posztolok, nyilván nem csak magamról, hanem az utazásaimról, a tájról, a részletekről. Ez most elkerülhetetlen, hogy digitálisan az online világban létezzen a modell, mert ha ott nem látják, akkor nem is létezik. Hiszen nincsen annyi divatbemutató, nincsen annyi magazin, nincsen annyi reklámfotó, hogy ott szinten tudjon maradni. Erre is van nekem is példám, hogy mivel sokat posztolok, és a Kamilláról is már így kiskorától, amit szerintem nagyon sokan megvetnek, hogy nem nagyon kellene gyerekről, viszont én ezt mindig megbeszélem vele, hogy ezt azt a fotót, igen, posztolhatom-e. Kaptunk már együtt úgy meg munkát, reklámfilmforgatást, hogy ott látott meg rendező, egy telefonos reklámfilmhez, hogy én a gyerekemmel, mint anya-lánya részt tudtam venni, és szerepeltem reklámfilmben és kampányban. Úgyhogy ennek bizony jó oldala is van, ha az ember ezt a szakmát, ezt a gyönyörű női szakmát választja, hogy posztolja magát az online térben. Tehát ez máshogy most nem megy. Igen. És mennyire kellenek, még kicsit visszatérve a modell-manöken közti különbségre, mennyire kellenek másabb adottságok egy-egy lány esetében? Mert ugye szerintem ez is nagyon fontos. Igen, ezt nagyon jól látod. Manöken minimum 175 vagy plusz centi magasságúnak kell lenni, és én szerintem nagyon vékonynak. A modell, ő lehet nőiesebb, formásabb, alacsonyabb, de nagyon arányos kell, hogy legyen. Nyilván lehet csalni. Tehát a digitális világban, igen, ugye össze-vissza csalnak, húzzák, vonják a képeket, filterezik, de jó, hogyha egy lány készen van a fotóhoz, és utána kell egy kicsit utómunkázni, vagy munkálni, vagy dolgozni a fotósnak rajta. Egy manökennél ugye nem lehet csalni. Ő jár a kifutón, neki magasnak, arányosnak, hosszú, vékony lábúnak kell lenni, ott ez a minimum. Tehát ott hiába szeretne egy kislány, vagy egy fiatal nő manökken lenni, hiába mondja az anyukája, vagy a barátja, hogy szép vagy, odavaló, vagy szebb vagy, mint az, aki ott van, a kifutón ez kiderül egyből, hogy nem odavaló. Tehát, mint hogy mondtad is, hogy azért 15 évig voltál ebben a szakmában, és én úgy gondolom, hogy azt hordja a tenyerén ennyire a szakma, illetve azt tud érvényesülni és karriert építeni, akibe úgy genetikailag kódolva van ez az oldal. Nyilván tanulható is a szakma, de szerintem nagyon fontos az a veleszületettség érzése. Mindent elmondtál, Adri. Valóban így van, hogy nekem azt mondom, hogy szinte bejutni sem volt nehéz, és utána, amikor már ott voltam, és láttak a kliensek, a cégek, a tervezők, szinte szabad utam volt ebben a szakmában. Én egy nagyon mosolygós, kedves manöken voltam, szeretett a közönség. Ez ugye egy körforgást eredményezett, hogy azokat a lányokat szerették látni, akik letekintenek a nézőkre, szemkontaktust teremtenek, mosolyognak. Szinte egy év váltunk az adott nézőközönséggel, szakmával, tervezőkkel, cégekkel.
Úgyhogy nekem ez valahogy így egy vele született, oda született pálya volt így ebben a 15 évben, amit nagyon intenzíven csináltam, és kaptam, és adtam a szakmának. Kicsit olyan ez, mint amikor az ember megtalálja mondjuk a sportját, hogy mi az, amiben ki tud teljesedni, amiben a legjobb lehet, és akkor neked is ez azért sikerült, és tényleg megélted minden pillanatát, ezt is beszéltük már, hogy azért neked nem volt teher, nem volt igazából nehézség, és ez szerintem mind ide vezethető vissza, hogy azért volt egy veled született tartás, meg egy érzék, amit sikerült kamatoztatni ebben a formában. És akkor még egy picit, hogyha így a szakmára térünk vissza, ezt is nagyon sokat lehet hallani, hogy vannak ilyen íratlan szabályok, amit tilos áthágni egy modell, egy manöken életében. Melyek ezek a szabályok? Vagy volt ilyen a te életedben, hogy voltak megkötések egy-egy bemutató előtt, diéta, nem tudom, ilyesmikre gondolok? Próbálok erre gondolni, hogy milyen megkötések. Hát ugye a pontosság az nagyon fontos. Tehát ott nagyon sok ember együtt dolgozik egy divat bemutatón. Míg egy fotózáson egy modell és egy fotós, ne adj Isten sminkes és fodrász, ott nincs sok ember, kicsi a stáb. Egy divat bemutatón ott vannak a technikusok, a zene, a hang, a smink, a fodrász, a tervező, a rendező, a 10-15-20 manöken, az öltöztetők, akiket nem szeretnék kihagyni, mert az ő munkájuk nagyon láthatatlan, viszont olyan nélkülözhetetlen egy divat bemutatón, ahol másfél perc alatt kell elkészülnöd, átöltöznöd, hogy az egyedül nem is menne, ha ők nem készítik elő, adják rád, veszik le rólad, míg te fönt gombolod a blúzadat, ő lent adja rád a cipődet, libabőrös is leszek ettől az élménytől. Szóval a pontosság az nagyon fontos, tehát hogy késsél egy munkáról, vagy hogy késsen egy modell a megbeszélt időpontról, az nem fordulhat elő. Olyan, hogy diéta, szerintem mi akkor, ilyen 20 évesen nem kellett, hogy diétázzunk. Akinek diétázni, fogyókúrázni kellene, az nem kerül oda. Tehát ha nem olyan az alkata, nem olyanok az arányai, nem lesz belőle manöken. Ideig, óráig fogyókúrászat szegény, de rájön, hogy az nem az ő élete. Akkor inkább válaszol egy sportot, válaszol egy kézműves szakmát, más kreativitásban élje ki a fiatalságát. Én azt gondolom, hogy egy manöken nem azért vékony, mert fogyózik, hanem pont fordítva. Tehát vékony, csinos, olyan az adottságú, azért kerül oda, ahová. Milyen áthághatatlan, vagy milyen szabály, ami nagyon most így hirtelen nem jut eszembe. Például vannak olyan rendezvények, ahol előtte vagy utána van mondjuk catering, tehát lehet kicsit pezsgőzni, eszegetni, iszogatni. Hát jobb, hogyha kicsit később iszogat a modell. Én nekem eszembe nem jutott volna, hogy mondjuk egy kortypezsgőt is megigyak. Én nekem annyira kellett mindig koncentrálnom, hogy ne felejtsem el a koreográfiát, gyors legyek az átöltözésnél. Nem szabad nem ott lenni agyban, tehát oda kell koncentrálni, fegyelmezetnek kell lenni, szófogadónak. Tényleg nem könnyű szakma, szép szakma, de nagyon koncentráltnak és fegyelmezetnek kell lenni. Nagyon sokan szerintem azt gondolják, vagy gondoljuk, hogy azért, meg beszéltünk is erről, hogy ezzel a szakmával azért az utazás is nagyon sarkalatos pontja. És te a privát életben is nagyon szeretsz utazni, ugye Spanyolországban is éltek. Ez ugye a manökenség alatt alakult ki, vagy ez úgy párhuzamosan? Amúgy is szerettél utazni, és milyen jó, hogy ez ebben a szakmában is adott, vagy vele járója volt? Is. Tehát velejárója is, nem kötelező utazni. Tehát, hogyha egyszerűen egy manöken nem szeretne külföldi munkát vállalni, nem vállal. Viszont akkor lehet, hogy lemarad a magyar munkákról is. Tehát, hogyha egyszerűen annak a brandnek, cégnek van kint rendezvénye, akkor megy a csapat, csinálja kint. Szerintem nincs az ember, aki kihagyne. Mi nagyon szeretünk privát is utazni, így van. Most Spanyolországba tettük át félig meddig a székhelyünket a családdal.
és még onnan is utazunk, állandóan ez van az agyunkban, hogy mit nézzünk, miért meg a világból. Szerintem ez egy csodálatos dolog, hogy az ember világot lát, igen, és hogyha a munkájának kapcsán, tehát munkájával is ezt megteheti, szerintem azt nem szabad kihagyni. Említetted még Nárai Tamás nevét, és én szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, ugye ő Spanyolországban él. Tartjátok a kapcsolatot Tamással? Nem, sajnos. Nem, tehát én így jelentkeztem nála, hogy ott vagyunk, mi is azért ahhoz sok-sok száz kilométerre lakunk egymástól. Természetesen majd meg fogom látogatni, hogyha Barcelona közelében leszünk. Egyelőre pont így észak felé nem utaztunk, de amint arra járok, biztos, hogy bekopogok hozzá egy kávéra, illetve ha ő jön hozzánk, vagy felénk Valenciába, akkor én is szeretettel fogom őt látni. Mondtad ugye Kamillát is, hogy van egy kislányod, hogyha ő egyszer azt mondja, vagy esetleg már ugye azért 14 éves, hogy hamarosan bejelentené neked, hogy ő szeretne ezzel foglalkozni, akkor mit tanácsolnál? Hogy érintene téged? Tudod, hogy el vagy késve ezzel a kérdéssel. Már túl vagyunk rajta. Hogy fogadtad akkor, amikor? Olyannyira természetes volt, hogy jött velem például pont a Gabihoz, mentünk együtt erre a divatbemutatóra, és nem is beszéltünk erről a kocsiban, hogy ő ezt szeretné. És meglátta a színes kollekciót, meglátta a gyönyörű helyszínt, meglátta, hogy az anyja ott készülődik, és hogy ő is szeretne bemutatni ruhát. Hát szegény Gabi is először meglepődött, az ő asszisztense még jobban meglepődött, aki ugye már beosztotta modellre, manökerre, lányra a ruhákat, hogy tehát ezt nem lehet felborítani, mert hát Kamilla mégiscsak egy kislány vagy, de szerencsére volt nálunk bőven cipő, papucs, volt olyan ruha, ami ő neki igen, a kis gyermek alakjához igen, stimmelt, úgyhogy kapott ruhát, és velünk együtt bemutatózott. Azóta már volt Marbellán is velünk bemutatón, ott nagyon szépen helytált, olyan 12 centi magas-magas sarkúba 10 ruhát úgy bemutatott, hogy megszakadt a szívem azért, hogy mennyire ügyes, és hogy mennyire helytáll. Egy felnőtt nőnek is nagyon nehéz egy ilyet produkálni egy ilyen idegen környezetben, és megcsinálta a drágám. Úgyhogy mi már ezen túl vagyunk, hogy a Kamilla szeretne, vagy nem modellkedni. Én természetesen támogatom, nem erőltetem, tanuljon, és azt mondom neki. Te is azt mondod, mint anya, hogy tanuljon. Igen, hogy ez a tanulás, a nyelvek, most ugye ez a legfontosabb a mi életünkben. De hát ezzel együtt az utazással, a nyelvtanulással, a modellkedés miért ne ötvöződhetne, úgyhogy nyugodtan. Akkor mi valószínűleg hallunk róla is. Bizony, legközelebb együtt legközelebb jövünk. Igen, majd akkor együtt jöttök. Én köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert kívánok neked. Remélem, hogy még fogunk találkozni. Biztos vagyok benne. Köszönöm én szépen is, hogy itt lehettem. Városunkban nem ismeretlen Tótné Kocska Orsolya és Szaka Attila neve. Számos előadásban szerepeltek már, és mindketten az Ómi Zenész Színház oszlopos tagjai. Legutóbb július 12-én találkozhatott velük a közönség, amikor kettősük az Ez volt az utolsó nagy szerelem című irodalmi dalszínházat mutatta be. A mai alkalommal verses duettel érkeztek. Mit kell tudnia Istennek? Istennek tudnia kell, hogy számítok rá. Hogy szükségem van rá, hogy bízom benne. Hogy számíthat rám, hogy szüksége van rám, hogy bízhat bennem. Hogy bárhogy is forduljanak a dolgok, nem viselkedhet úgy, mint egy bankvezér, vagy egy miniszterelnök, vagy egy szépségkirálynő. Hogy bárhogy is forduljanak a dolgok, nem viselkedhetek úgy, mint egy bankvezér, vagy egy miniszterelnök, vagy egy szépségkirálynő. Hogy nem várom el tőle, hogy porszívózzon ki mindent. Rázza ki a szőnyegeket, járjon el úszni, és hagyjon fel a dohányzással. Hogy ne várja el tőlem, hogy porszívózzak ki mindent, rázzam ki a szőnyegeket, járjak el úszni, és hagyjak fel a dohányzással. És vegye számításba, hogy nem csak a jóból származhat jó. És ne akarjon tökéletes lenni. És ne akarja a világot se tökéletesnek. Hogy számításba veszem, hogy nem csak a jóból származhat jó, és nem akarok tökéletes lenni. És nem akarom a világot se tökéletesnek. De hogy azért vannak határok.
és ne higgye, hogy elfelejtem neki a jóvá tehetetlen dolgokat. De hogy azért vannak határok, és nem hiszem, hogy elfelejti nekem a jóvá tehetetlen dolgokat. És végül, hogyha senkinek senki, ő biztosan tartozik nekem, magával. És végül, ha senkinek senki, én biztosan tartozom neki, magammal. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak. Amennyiben lemaradtak volna adásunkról, akkor ezt és minden más műsorunkat televíziónk honlapján vagy YouTube csatornáján nézhetik vissza. További szép estét kívánok, viszontlátásra!